Hétfőn jött a hír az első csőbombáról, amit egy ismert amerikai személynek küldtek. Soros György milliárdos lakására érkezett, akkor robbantó szerkezett. A bomba nem lépett működésbe, semlegesítették. Az egyik alkalmazott nyitotta ki a csomagot, és azonnal beazonosította, hogy robbanó szerkezet van benne. A csomagot kivitte a közeli erdős részhez, és kihívta a rendőrséget. Soros György nem tartózkodott otthon. Egyelőre nem tudni, milyen motivációval küldhették Sorosnak a levelet. Az FBI-nak még nem sikerült kinyomozni, honnan küldték, és nem is vállalta magára senki az akciót. Szerdán azonban újabb, hasonló bombákról jöttek hírek. Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelöltnek, és Barack Obamának az Egyesült Államok korábbi elnökének irodájába is csőbomba érkezett. A levelek között bújtak meg, a bombákat rutin ellenőrzés során sikerült kiszűrni, így nem jelentettek közvetlen veszélyt a címzettekre. Szintén szerda reggel a CNN menhetteni irodáját is ki kellett üríteni egy gyanús csomag miatt, a hírcsatorna egyik munkatársa pedig Twitteren arról írt, hogy itt is robbanó szerkezetet találtak. Később az is kiderült, hogy a CNN-nek küldött szerkezet, illetve annak csomagolása is megegyezett a két másik bombával. Gyanús csomagokra bukkantak szerdán a Fehérház, vagyis az elnöki hivatal postázójánál is. Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a helyzetről. Hivatalos közleményt adtak ki, amelyben erőszakos támadás kísérletének minősítették és elítélték a gyanús csomagok küldését. A Fehérház bejelentette, bárki legyen is az elkövető, a törvény teljes erejével járnak el ellene. A rendőrség már vizsgálja az ügyeket, közleményt egyelőre nem adtak ki a hatóságok, és egyelőre nem is kommentálták a történteket.